Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával Tunya Csáp 10 legjobb pillanatát fogjuk nektek megmutatni. What the... Wait a second. That nurse was right. I am handsome. Squidward, you're not handsome. Come on. Still alive. So delicious. Well, this one's on the... Ebben a videóban a legviccesebb, legszívmelengetőbb és legdiadalmasabb pillanatokat fogjuk sorra venni, amelyek Spongyabob morcos szomszédjával, Mintás Tunya Csáppal... That's tentacles! Azaz Tintás Tunya Csáppal történtek. Mivel elég érinteni fogunk történeti részleteket is, ezért a spoiler figyelmeztetés természetesen most is érvényben van. 10. Ki osztja Rákurat? A bolygó hollandi eljön Rákur lelkéért, és Spongyabob az egyetlen, aki kiáll a főnöke mellett. Aki még ezek után is elcseréli őt 62 centért cserébe. I take the money. Mr. Krabs! Here you go, Krabs. 62 cents. Next up, Davy Jones Locker! Tunya Csáp teljesen megbotránkozik a történteken, majd csúnyán kiosztja Rákurat, amiatt, amit tett. A tinta hal a főnöke minden rossz tulajdonságát és mohóságát erősen kihangsúlyozza, és egyszerűen nem érti, hogy tudta a főnöke eladni a leghűségesebb alkalmazottját, Rákur pedig nem sokkal ezután elsírja magát. He stuck up for you and you sold him out. You should be ashamed of yourself. What have I done? Azt mindannyian tudjuk, hogy Tunya Csáp zsigerből utálja Spongyabobot, ezért Rákur biztos lehetett benne, hogy nagyon is elrontotta a dolgokat, ha még a tintahal is ennyire Spongyabob oldalára állt. 9. Spongyabob végső órái. Az alkalmazottak testvériségének napjára Tunya Csáp véletlenül egy pite alakú bombát ajándékos Spongyabobnak. Később pedig azt hiszi, hogy Spongyabob már meg is ette az ajándékot. You had to kill him. The boy cries you a sweater of tears, and you kill him. How are you gonna live with yourself? Ahogy a kis szivacs ideje látszólag fogy, Tunya Csáp mindent megtesz annak érdekében, hogy Spongyabob jól érezze magát az utolsó óráiban. Még a legmegalázóbb dolgokat is elvégzi Spongyabob barátság listájáról, majd együtt nézik meg a naplementét. This is great. Just the three of us. You, me, and this brick wall you built between us. Yeah. A végén természetesen kiderül, hogy Spongyabob valójában nem is ette meg a bombát, így az egész nap teljesen felesleges volt. What pie? The one I left sitting on the counter this morning that I bought from pirates for 25 bucks and I didn't know it was a bomb and you ate it. That pie! Pie. Oh, you mean this pie! De azért így is kedves volt Tunya Csáptól, hogy megpróbálta szebbé tenni a szomszédja napját, még ha csak bűntudatból is. 8. A jól megérdemelt bosszú. What's in these bags, rocks? Hey, these are rocks. Why is your suitcase full of rocks? I don't tell you how to live your life. Rákur egy napon úgy dönt, hogy szállodává alakítja a rozsdás rákollót. Ez pedig sajnos azt jelenti, hogy szegény Tunya Csáp kénytelen kiszolgálni a szálloda egyetlen vendége, Patrick nevetséges igényeit. I don't like crusts on my sandwich. It's a bun. It's all crust. How am I supposed to cut the crust off a bun? Peel it. Végül a túlhajszolt lábas fejű kilép a munkahelyéről. De a történet ezzel még nem ér véget. Welcome to the Krusty Town, Squidward. One room, please. Közvetlenül ezután ugyanis visszatér vendégként és megmutatja Rákurnak, milyen is az, ha egész nap abszurd kéréseket kell teljesítenie. This room is hideous. Redesign it. Neptune the 14th will be nice. What? We shall never deny a guest even the most ridiculous request. Tunya Csáppal szinte minden nap rosszul bánnak a munkahelyen, ezért jó látni, hogy végre ő is megkapja a neki járó bosszút. Rákur pedig egyszer és mindenkorra rájön, hogy az éttermével sokkal jobban jár. 7. A nagy húgolyó háború. Bikini fenéken leesik a hó, Spongyabob és Patrick pedig rögtön húgolyó csatába kezdenek. Megpróbálják rávenni Tunya Csápot is, hogy csatlakozzon a játékhoz, de a lábas fejűt ez egyáltalán nem érdekli, bár azt elég szívesen nézi, ahogy a szomszédai egymással harcolnak. You and General Nonsense over there will have to fight without me. Miután azonban pontosan egyel több húgolyóval dobálják meg, mint amit el tud viselni, elpattan az agya és visszavág.
Öröm látni, hogy Tunya csáp egy picit el tudja engedni magát, de aztán természetesen túlzásba esik, és elkezd szélsőséges intézkedéseket hozni a háború megnyerése érdekében. Annak ellenére persze, hogy már senki más nem játszik, csak ő. I guess that'll do it. Fort Squidward is now all but impenetrable. 6. Tunyacsáp első herkentyű burgere. Úgy tűnik, hogy Tunyacsáp az egyetlen ember bikini fenéken, aki nem szereti a herkentyű burgert. De ez csak azért van, mert még nem is kóstolta meg. I've never had a Krabby Patty. I've never had a Krabby Patty. I've never had a Krabby Patty. Never had a Krabby Patty? Well, you've gotta have one right now. No wonder you're always so miserable. Here, try this. Get that garbage out of my face. Sponja Bob addig erősködik, amíg a morcos pénztáros végül megkóstolja élete első burgerét. Tunya pedig bár eleinte próbálja tagadni, de nem tud ellenállni a szendvicsnek, és szinte azonnal függővé válik. Come on! Still alive! So delicious! De a herkentyű burger iránti új szerelme eluralkodik rajta, és annyit eszik, hogy felrobban. A hátborzongató befejezés ellenére azért jó volt látni, ahogy Tunyacsáp valami újat próbál ki. Még akkor is, ha ez igazából rosszat tett neki. I remember my first Krabby Patty. 5. Jó képű. All right, I am gonna, well, I don't know what I'm gonna do, but... Krabby, come around the Krabby Patty, munchie, come on! SpongeBob, you ninja poop, you broke my face! Tunyacsáp kórházba kerül, miután az arcára csapódik egy ajtó, természetesen Sponja Bobnak és Patricknak köszönhetően. Mikor azonban kijön a kórházból, kiderül, hogy a baleset borzasztóan jó képűvé tette őt. What the... Wait a second. That nurse was right. I am handsome. Squidward, you're not handsome. You're wrong! Hamarosan egész bikinifenék oda lesz Tunyacsápért, és ez elsőre szórakoztatónak is tűnik, de hamar félelmetessé válik, amikor a városiak elkezdenek túl agresszívak lenni. Well... No one ever said it'd be easy being so handsome, Squiddy. You'll just have to start getting used. Hi, handsome. 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 Da. Let's get him. Sponja Bob megpróbál segíteni neki, de erőfeszítései csak még jóképűbbé teszik Tunyacsápot, és életre hívja a sorozat egyik legismertebb mémjét. Yikes! Squidward, you're even more handsome now. Crowd is in a frenzy. Az internetes kultúrát félretéve, ez egy igazán jó kis ébresztő volt Tunyacsáp számára, hiszen megmutatta neki azt, hogy a Rivalda fény valójában nem minden. 4. Tunyacsáp zenekara. Tunyacsáp ezúttal valóban mindent megtett annak érdekében, hogy legyőzze a riválisát, lábasfejű Leontint, és kitalálja azt a hazugságot, hogy van egy saját zenekara. I've got to drum up a marching band fast. Drum. Band humor. Ezután összehívja a városlakókat, hogy megpróbálja őket igazi zenekarrá változtatni. Everybody ready? And the one, and the two, and the one, two, three, four! Okay, new theory. Maybe we should play so quietly, no one can hear us. Tunyacsáp végül bedobja a törölközőt, de a nagy előadás napján váratlan meglepetés éri, amikor a városiak Sponja Bob vezetésével kéletesen előadják az édes győzelem szívszorító dallamát, amit azonnal hatalmas taps fogad. Bikinifenék lakói ott voltak Tunyacsáp mellett, amikor a legnagyobb szüksége volt rájuk, emlékeztetve ezzel minket arra, hogy még ő is megérdemli, hogy boldog legyen. Néha. 3. Út az időn keresztül. Tunyacsáp csak békében akar gyakorolni a klarinétján, de a két bosszantó szomszédjának más tervei vannak. El akarják vinni a polipot medúzákra vadászni. How about now? Now! Ha? Now? Now! Miközben megpróbál elmenekülni, Tunyacsáp véletlenül bezárja magát a rozsdás rákoló fagyasztójába, és 2000 évvel később ébred fel. Ha? Okay, what's going on here? Why is everything
chrome. Everything is chrome in the future. Végül talál egy időgépet, amivel az ősi múltba utazik, majd egy kísérteties, üres világba is eljut. Ez az ijesztő utazás meglepő módon, de perspektívába helyezi a dolgokat Tunyacsáp számára. Rájön, hogy bármennyire is idegesítő SpongeBob és Patrick, mindenképp jobb velük lenni, mint átbukdácsolni az időfolyamon, vagy bezáródni egy ürességbe. És ironikusan még az is lehetséges, hogy a medúza vadászatot is ő találta fel, miközben az időben bolyongott. You're supposed to catch them like this. It's called jellyfishing. Második, ezt a ház fizeti. Can't you just get SpongeBob to do it? Great idea. Take him with you. That's not what I had in mind. Tunyacsáp és SpongeBob az egész óceán beutazzák, csak hogy kiszállítsanak egy herkentyű burgeres pizzát. SpongeBob elkötelezett, hogy elvigye a vendégnek az ételt, Tunyacsápot pedig egyáltalán nem érdekli a dolog. Amikor pedig végre megérkeznek, kiderül, hogy a vendég egy igazi seggfej, és kiakad, hogy nem kapta meg az italt, amit meg se rendelt. How am I supposed to eat this pizza without my drink? SpongeBob elsírja magát, amiért cserbe hagyta a vendéget, de Tunyacsáp ezt már nem viseli el, és egy veszekedés után még a pizzát is a vendég arcába vágja. Another one? Look, I told you, little friend, I ain't paying for that! Well, this one's on the... Did he change his mind? He sure did. Ez a jelenet egy újabb emlékeztető arra, hogy nem számít SpongeBob mennyire idegesítő, Tunyacsáp akkor is törődik egy kicsit a túlságosan is lelkes munkatársával. Mielőtt felfednénk az első helyezettet, íme néhány vígazdíjas. Játszik a fenék takarítóval. What can I get you, boys? What are you looking at? Those. Tunyacsáp bocsánat kérése. All right, I'm sorry, I admit it, I'm sorry. I didn't mean to hurt you, in fact, SpongeBob, I like you. I like living next door, I like hearing your foghorn alarm in the morning and your high-pitched giggling at night. Tunyacsáp mindenét elcseréli egy darab papírra. Squidward, do you want your other stuff? Cause this is all I'll need. You can have all that junk, cause now I've got this. I've got the paper, you've got my useless garbage. I got it, you can have it. Megjavítja a SpongeBob fogai közötti lyukat. All better. That should seal up that drafty gap. And kill the whistling. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, télapócsáp. A városban mindenki izgatott bikinifenék első karácsonya miatt, kivéve természetesen a Grinchet is megszégyenítő Tunyacsáp. I can't believe anybody would celebrate a holiday where a jolly prowler breaks into your house and leaves gifts. Amikor azonban SpongeBob ad neki egy ajándékot, Tunya teljesen átfordul és meggondolja magát. Beöltözik Mikulásnak, hogy hozzon egy kis ünnepi hangulatot a furcsa szomszédja életébe, és itt nem áll meg. Hogy megtartsa az ünnepi szellemet, végül mindent elajándékoz, amilyen csak van. Csak mert boldoggá akarja tenni SpongeBobot. A lábas fejű akár abba is hagyhatta volna a kedvességet, miután a szivacs felvidult, de ő nem hagyta ennyiben, és inkább az egész várost megajándékozta, még akkor is, ha ezzel mindent elveszített. Thank you, Shanna! What was I thinking? Ez pedig egyértelműen bebizonyítja, hogy valójában Tunyacsápnak sokkal nagyobb a szíve, mint azt valaha is gondoltuk volna. Na és ti bírjátok az öreg tintást? Van még olyan SpongeBob karakter, akiről csináljunk hasonló videót? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!